Sziasztok, Sanyi vagyok, üdvözlöm a titeket, ez a Carmelnak Simulator 2015, 11. része. Az előző részt abban azt hagytuk abba, behívtuk ezt a kocsit. Hát nem behívtuk, hanem meghozta a tulaja a kocsit, hogy szereljük meg. A tesztvezetésen nem tudtuk vinni, mert sok problémája volt, és a sok kocsi közül 2 XP, vagyis a 4 kocsi közül 2 XP-s szintünk nem volt elegendő. Egynél fényezésre volt szükség, úgyhogy feltétlenül ezt a kocsit kell szétszednünk. Na, akkor nézzük is meg, hogy milyen motor problémái vannak. Motor teljesítményt, üzemanyag szivattyút kell lecserélni, illetve van egy ismeretlen alkatrészünk, amit le kell szedni, mert a motor teljesítménye hibás. Tehát dugattyú hajtókarral, hőtengely, gyújtógyártya. Hát itt szét kell kapni ezt a motort. Pontosan. Hát a kibefogottyom pedig az alapból látszik, hogy rozsdás. Úgyhogy azt már cseréljük is. A kibefogottyomkot azt majd később kell szedni, mert amit láthatjuk, az egész motorblokk 12%-os. Hát, van egy szétszedésre váró gépjárműünk. Szedjük is szét darabokat, egészet, ahhoz rétóta fogok a pikakok. A szelet pedig a... aminek az állapota ismeretlen, mindjárt kiderül szétszedéssel. 61%-os, akkor ez még benne van a tűrésben. Jutó gyertek, hogy kikapjuk, 48%, 54%, 54-28, akkor ez már alapból kerés. Utáltam itt a feszítő görgő, annak az állapota is rossz. Amúgy is szét kell szedni az egész motort, úgyhogy a motorblokkhoz hozzájussunk. Ez is elég rostás, 49%, még benne van. Látom a hűtő. Így nyomosan megy 3-as modot. Egyszerűen se lehet megvizsgálni. Jó, akkor nem. Megszálltam ki belőle. Látom az üzemanyag. Aha. Jó, rendesen szét kell szedni az egész motort. Mindegy, szétszedjük darabokra. Jó, az üzemanyag híd, az biztos, hogy cserés. A motorba itt le kell menni, úgyhogy akkor már szarok szivatni. Ez nem elég durva. 10 pumpát is le kell kapni. Levérműszi pedig a... Oké. Már ezt tudok mennyire szétveszed, mert fog éjtel nőtt, hogy lejussunk az aljáig. Tengerfej, az meg a csonkottan, kipafogó csonk. Ilyenkor jó, hogy ne legyik, úgyis ilyenkor nem szabad eladni semmifajta alkatrészt. Majd a legesleg végén, mert legalább tudjuk, hogy mit szedtünk ki belőle. Többiek mondták, hogy a beszélgető, igen, van egy dugattyú hajtókar, amit ki kell majd szedni, miután leszedtük a hajtartályt. Ha oda megyünk ki, akkor látjuk, hogy alul gyors. Többiek mondják, hogy hú, most szét kell szedni az egész motort, mindent, hát erről szól a játék. Oké. Okay. Kíváncsiságban egy 3-as nyomjuk már. Mit látunk itt hibának? Úgy látom a por légszívőt is ki kell cserélni, meg ez motorblokkhoz tartozik. Mindegy, kapjuk le akkor ezt is. És utána megyünk a kocsi alá. Szuper, 100%-os, ugye? Akkor nyomatunk egy ilyet, és akkor ha megnézzük, az üzemanyag szivattyú
az volt a motor teljesítmény hibás, amit én nem ért ki az elején. Illetve kifogó cső. Nem, itt igen, az összes sebességváltó hiba megkeresése és javítása. Na, akkor most dobom egy állványra. És akkor folytassuk az alul szétszedést. Jó. Engedjük le az olajat. Hú, a már fekete az olaj. Tegyük le az olajteknek. 47%. Na, mindjárt oda jutunk a motorblokk kiemeléséhez. Csak még egy videót kell szedni. Igen. Főtengelyt is kikapjuk. Egyébként még nem szedtem szét ezt a képjárművet addig. Most csak ezeket a főtengely csapágyfedél szedtem le, készbe. Attól jobban még nem szedtem szét a gépjárművet. Egy kipufogó csomk volt, bajos, nem itt elő. Vagyis kipufogó. Na, nézzük, mitől nem tudom kiszedni. Duhatjuk a... Igen, a motorblokkot pedig, még ezt is lekeszed az alszérvet. A generátort, azt pedig felülről tudom. Igen, ahol a tengely, ahhoz pedig a duhatjuk hajtókar, tehát le lehet megint engedni a kocsit. Úgy látom, lehet ez a rész csak erről az egy kocsiról fog szólni. Jó, jöhetünk ki a dugattyú hajtókarok. Egy is hibások. Jó, ezt már csak alulról tudjuk leszedni. Elő van valami, ami útban nekünk. A sebességváltót is. Ez a félet az autó aljáról, az pedig már nem... Na, itt van egy rozsdás alkatrésze. Mindegy. Ezt alulról tudjuk kiszedni, úgyhogy megint fel kell emelni a kételőmet. Így most lehet meg fel kell emelgetni. De valamit csak alulról félünk hozzá, valamit felülről. Na, akkor most ki tudjuk szedni, emeljük a főtengelyt. Mi nem engedi? Látok valami pirosat, még nem látok semmit. Mi nem engedi? Ahhoz, hogy a motorblokkot le tudja menni, ki kell szedni az életményeit. Veszélyem egy tengerihez, pedig... Sebességváltó a kardántengely. Kardántengely a fél első fél tengely. Miért nem tudom beszélni? Mindegy, tegyük szét akkor a sebességváltót. Ott le kell szednem, hogy megjegy teleket. Jó, ki kell szednem a féltengelyt. Jó, jártunk a másik oldalra. Innen is le a kerék.
Féltengely. Orrantengely. Sebességváltó. Oké. Kuplung. Nyomólap. A tészerelés is meg lehet vizsgálni, úgyhogy látjuk, hogy a kuplungnak a lendítőkereke hibás. Jó, kiszedhetjük a főtengelyt és a motorblokkot. Szerintem már nem akarályozza meg semmi, hogy kivegyem. Amit alulról tudok szedni belőle. Na, jó, oké. Ezt így leszedjük, nem? Nem tudjuk leszedni. Na, nem szétszerelő módba vagyok. Jó. Engedjük le a gépjárművet. Akkor kiszedjük a motorblokkot. Na, széttettük az egész gépjárművet. Na, én kiszedem ezt a hűtőt, tehát szétkattintás az egész. A 46%-os volt. Nem volt probléma vele. Na, akkor most menjünk vásárolgatni. Tehát ránézek én erre a javítási pultra. Mit tudunk javítani? Semmit. Nem értünk semmihez se. Hűha. Meg sem merem nyitni az inventory. Annyit tudsz van most itt. Fú. Na. Na, menjünk szép sorba. Mikor fogolcsunk fedél? Minden felírom magamnak egy papírra, esküszöm. Sőt. Nem haragoztok. Nem kell annyit kattintani, hogy így hamarabb végzek. Azt mondja, hogy kipu fogolcsunk fedél. Üzemanyag szűrő. Igen, azt mondja, gyújtótrafó. Akkor egy darab gyújtógyártya. Trafó. Gyártya. Azt mondja, szívfeszítő. Azt mondja, üzemanyag híd. Abból is a di, di. Igen, légszűrő. Vagy szűrő R4. Igen. Azt mondja, hogy dugattyú hajtókar. Jó, hogy nem név sor szerint. Ugye, igen. ABC sor szerint név sor szerint. Dugattyú hajtókar két darab. Nem tudom, ezt a harmadikat ki kell cserélni. 46%-os. A kettőt írt, hibásnak jó van. Lendítő. Főtengely. Ipofogó. És egy R4-es motorblokk. Ah, felírtam 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 darab dolgot. Na, még ezt így lapozgattam volna össze-vissza. Legalább egyszer meg tudjuk vásárolni a dolgokat. Na, azt mondja, hogy... Mivel lehet kiput fogni? Hát kipufogóval. Kipufogó cső. Csak a sima volt, nem? Hm.
Ja, nem is azt néztem. Kipufogóból. Kipufogó csirk. Igen, jó. Akkor... kell nekünk egy motorblokk. R4-es. $1600. Ez komoly. Ezzel a kocsival fogunk keresni rendesen. Egy fő tengely. Ú, azt nem írtam fel, hogy hanyas. Nézzük rá, hogy hogy néz ki. Itt nem lehet négy és kell. $110. Nem pénz érte. Igen, egy lendítőkerék. De... kerék. Akkor... dugattyunk. Hajtókarra 2 darab. És akkor van még nekünk olyan, hogy olajszűrő R4-es. Van egy légszűrő. Az is sima. Híd, az a DI volt, akkor feszítő, abból a szí, feszítő, akkor volt gyújtó, egy darab trafon, egy darab gyártya. Üzemanyagszűrő, üzemanyagfalma. És még volt nekünk egy darab kifogócsónk. Jó. Hogy mi volt az? Feléje volt az. Itt nem is közte. Megnézzük azt az egyetem. Kipufogó csonk fedél. Itt miért nincs közte? Nem, mert motorhoz tartozik. Igen. Jó, megvásároltunk mindent. Így összeírva. Úgyhogy motor összeszerelés következik. Motorblokk. Jó. De jól néz ki, van újonnan. Kormányszerhoz szívja, hogy mindent rápakolunk fentről, amit rá tudok rakni. Már legyen problémás az, hogy sokszor kell feljönni, alámászni. Ennyit tudtam rárakni? Meg az üzemanyag szűrő. Az itt a levegőbe, itt lebegne. Mire csavart hoztam rá? Hát öcsém. Visszarakom, mert ezt nem kell fogom kiszedni. Jó, akkor mehetünk a motor alá. Felemeljük, csak ezt visszarakom ezt a szűrőt. Jó. Felemelés következik. Kár, hogy ilyenkor nem lehet belenézni a kocsiba. Mozgatás közben. Na nézzük, mit tudunk még beszerelni a kocsiba. Főtengely, lendítő, kipunktárcsa, nyomóulap, miért nem szállalékos, ezt nem kell volna cserélni.
gyújtok az, hogy utolgyártól csomó felével. Igen, ez mind felülről. Üzemanyag szivattyú. Na visszaadtam, nem? Motor teljesítmény gyújtó, trafó, üzemanyag, trafó, megvásároltam. Ez ugyanazt írja. Vajszűrő. Hátcsak kipufó dob. Ezt nem vettem. Kipufó cső. Jó. Mert ez a szerelve. Lehet összefele szerelni. Ilyenkor is be tudom lakni. Vittes. Nincs medve még a dugattyú hajtókarral. Ilyenkor miért nem tudom rárakni a olajtartályt. Már alulról nem törünk semmit. Jó, kardán tengely. Első fél tengely. Balos jobbos. Kerék. Ha megint pakolok visszafele, de nem néztem meg semmit. Mit kell innen szedni? Jó. Azt mondja felülről, felülről, felülről. Igen, igen. Igen. Üzemanyag szűrő, ma beraktam. Ugye szivattyunk? Jó. Mentek a másik oldalra, ott is beraktam a féltengelyt. Vissza a kereket. Most már hivatalosan is meghúzom a kereket. Na, emeletleg akkor ez mégis volt. Na, ja, ezt a dobot nem szedtem még le. Igen. Jó, ezt vissza tudjuk rakni. És akkor veszek meg a hátsó kipufó dobot. Dob. Hátsó kipufó dob. És akkor mehetünk ezt berakni. Nemben alulról kell lesz még valamit? Ja, még az olajtartályra vissza kellsz jönni. Jelentyiságból nem tudom berakni. Nem. Most eldugatjuk a berakni. Nem akartam dupla emelést végezni. Azért is vettem meg a kipufogót, hát sok kipufogó dolgot. Mondom, hogy nekem még egyszer emelni, de még egyszer kell lesz. Rakni bele dugattyúkkal, hajtókarokat. Igazán, amikor új motorblokkot rakunk, azért érdemes új hajtókart is bele rakni. Már látom, hogy rossz. Dugattyú hajtókar, igen. De azt nem úgy kell, hogy fogjuk visszarakni. Ezt meg ezt kicseréljük. Meg ezt is. Ah, nem. Ide kell a 100%-os. Igen, ott volt a hibás. Okosan kell gondolkozni. Dugattyú hajtókarra. Jó, aki pál, ugye? Jó, üzemanyag szivattyú van fixelve. Na, akkor pakolgassuk vissza az összeset. Ezt is visszarakhatjuk a hidat. Az ilyen tengereket. Akár már a gyújtógyártyát is. Nincs se tudom, hogy melyik volt rossz. Ja. Ugye 8%-os állatok után megnézzük a gyújtógyártyát. Jó, jó helyre raktam. És akkor jött vissza a telep felé a trafókkal.
Rush. Kire cserélni. Kifezik az elmosztóban, igen. Üzemelyek szivattyú gyújtó csató. Trafó ki van pipálva. Jó, kik a fogócsunk. Utána fedél. Na, csavarodjál már itt. Ez két csavar. Én mit a motor vissza lehet, ha nem kell rá. Várni. Jó, jöhetnek a szívócsunk. Csavarjai. És akkor jöhet vissza, mert ezért mű kerék, a szíj, a fedél és a burkolat. Szivattyú még szívfeszítő. Szívfeszítő az nálam van. Valahogy most átöltjük. Még mindig az üzemanyag szivattyú van megáldva. Azt már szerintem vissza is szereltem. Őkenek van a szivattyú. Jaj, jaj, jaj. De jó, ez így színesen. Üzemanyag, ahogy egy cserek-cserek láttam, hogy hol megy fel az üzemanyag. Nem lát észre, hogy jó. Végszálló, igen. Tomás Szervó szivattyú. Ez a melyek szivattyú, annak hátra lenne a taknál. Mindegy, felpakolom ezeket a dolgokat. Mégis nem, mert itt felől kell lenni a üzemanyag szívó mellett. Az üzemanyag szívó. Igen, hát miért csavarozom rá? Én ott áll a levegőbe, most az üzemanyag szívó. Na mindegy, emeltek felülről, már visszaraktam mindent. Nálam már nincsen olyan dolog, amit innen fentről kell rakni. Úgyhogy szeretném kinek üzemelek szivattyút. Hát akkor vissza felemeljük a gépjárművet, és megnézzük alulról.
Hát nincs semmi. Kormány szervusz, jó, jó. ABS, ABS egységfék, szervó, üzemanyagtűrő. Az üzemanyagtűrő már kéne lenni nekünk. Üzemanyag szivattyúnak, ami nincs az ég egy programban. Na, kíváncsiságból, hogy hogy néz ki. Jaj. Elmegyünk és megnézzük. Üzemanyag szivattyú, így kell, hogy kinézzel. Hát ezt a tamba kell beleépíteni. Már tamba lehet ilyet kiszedni. Akkor csak hátulról kell megnézni. Le kell szedni a tankot. Ezt a motor bicsiből kell elkiszedni. Úgy de jó kifúr van. Ezt a utas fülkéből lehet kiszedni. Akkor kinyitjuk a hátsó ajtót, és akkor onnan tudunk hozzáférni. Innen fentről. Hát itt nem úgy működik. A szülés alatt van amúgy a tank, és abból... Na megnézzük, hogy miért nem tudom leszedni azt a tankot. Csak visszafele emelem. Mindjárt felérégesít, azt áradom a kocsit, vagyis kiadom a... Na, most már fentebb vagyok. Na végre, elértem oda. Most kész. Becsapjuk a hátulját. Kérünk egy óbetit, na akkor még olajjal kell felengedni, akkor ez mehet le. Oké, mehetünk be. Nincs olajtejtő a motoron, jaj de jó, nem akarom vissza. Akkor még egyszer felemeljük a gépjelmet. Fel, le, mint egy jó torna. Pont ezt említettem, hogy... Ja. Le kell emelni, fel kell engedni. Meg hogy ott azért kell ezt már felengedni, hogy az olajtekét visszarakjam rá. Hiába gondoltam rá, megmondtam. Nem akar. Vagyis csak kihagytam. Szórásból. Adjuk bele az olajat. Kíváncsiságból most abba hagyom, megnézzük a névópálcát. Ha minimum alatt van, úgyhogy még öntenék ebbe olajat. Tehát akkor már így felemeli a tartályt, akkor már tökéletes. Azért megnézzük még egyszer a névópálcát. Tökéletes pont az éppen van. Na, akkor most végeztünk a gépjárművel. Minden zöld, tipi-jupi, 7581. Pont a befejezése, és még hiányzik 12 XP a 4000-hez. Ezzel én zárom a részt. Egy gépjármű szerelés volt, minden igaz, akkor ebből a részbe. De elég sok problémát megoldottunk azon a gépjárművel. Csináltunk új dolgokat, a tankból készítettük az üzemanyagszűrőt, illetve
14 alkatrész. Hát, cseréltünk ki. Nem. 5, 10, 15, 16. Akkor 16 alkatrész. Úgyhogy ezzel az adással búcsúzok tőletek. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt az epizódot. Holnap utáni nap megint lesz Carmine Simulator, holnapi nap pedig GTA. Megköszönöm szépen a figyelmet. Eladtunk mindent, kocsi nincs a garázsba. Akkor... Sziasztok!